Köszönöm a technikai átállást. Arról szeretnék nektek beszélni, hogy agilis módszertani elemekkel, hogy fejlesztettünk szoftvert 2 nap alatt a pusztában. A barátommal, a kollégámmal, Pennyvel arról beszélgettünk, hogy ilyen nagyvállalati célterületre fejlesztünk már olyan tréninget, ami egy kicsit túlmutat a paintballozós, kvadozós öröngéseken. Akik itt beszélgettünk, én a Virgónak vagyok a kreatív igazgatója, a Benni pedig az Agilab nevű módszertani tanácsadó cégünknek az agilis kócsa. Aztán végül arra jutottam, hogy most hagyjuk ezeket a nagyvállalatokat, és nézzük meg, hogy mi van otthon. Volt egy ötletem, van egy csapatom, van egy tanyám, és volt egy szabad hétvégém, és nézzük meg, hogy mire megyünk. Beszélgettem a kollégákkal, hogy ki venne részt a május 1-i hosszú hétvégéjén. Kicsit átbeszéltük a dolgokat, csináltunk egy-két technológiai validációs költet, tényleg néhány órát szántunk előkészítésre. Lefoglaltunk egy domaint, tettünk hozzá egy kis tárhelyet, én lenyíltam a füvet, kikergettem a tanyáról a patkányokat, és csütörtök este felbukkantunk, ahol másfél fejlesztővel és 5,5 designerrel, tehát a feje tetejére állított IT piramissal, sok sörrel és borral egy mély almos pre-planningbe kezdtünk, és megalapoztuk a hétvégét. Péntek délelőtt az agilis módszertan szerint a projekt alapozásnak az Inception Deck technológiáját használtuk, és a legfontosabb elemeit vettük itt célba. Felállítottuk a personákat, kicsoda Kent, egy egyből validálható personákat találjunk, ez egy UX központú termék volt, az operatív igazgató kisfia Máté, és Benni kollégám, aki az agilis coach, ők validálták a personákat és a feltételezéseket. Az elevator pitch formátum szerint összeraktuk a product vision-t, kinek célozzuk ezt a terméket, mik az ő igényei, mi a név és a termékkategória, ki a konkurencia, és ezzel a konkurenciával szemben milyen betyár izgalmas dolgokat tudunk mi felmutatni, mik a USP. Aztán, hogy a scope-ot jól meghatározzuk 2 napban, mi fér bele, a minimálisan életképes termékhez ezt a notlist template-et szoktuk használni, megmondjuk mi az, ami biztos, hogy kell hozzá, mi az, ami biztos, hogy nem kell, és mi az, amit el tudunk dönteni, még nem tudunk eldönteni, de valószínűleg nem kell. Összerakjuk a backlogot, ahol üzleti érték szerint priorizáljuk az elvégzendő feladatokat, mennyit ér egy feladat, mennyit ér egy funkció, mennyibe kerül megcsinálni, és mi jut erről még a fejlesztők eszébe, ami sokkal jobb. Aztán péntek délutántól elindult a csihipuhi, és szombaton egyébként egy heuréka élményünk volt, a felhasználói élmény működött, amit terveztünk. És hogy ez egyébként, ez szállít-e valakinek értéket, azzal a szoftverrel, amit csináltunk, az anyukánknak, anyák napján egy üdvözletet tudtunk küldeni, ami azt jelenti, hogy volt értéke a dolognak. Ebből mi esett ki? Kollégákból lett egy csapat, az agilis módszertant gyakoroltuk, a termékfejlesztés teljes vertikuma az összes résztvevőnek egyértelmű volt, hogy az ötlettől mi kell a megvalósulásig, nem tudtak az emberek aludni utána, és ez a prezentáció és ezzel a cuccal készült nagyjából 10 perc alatt, majd demozok nektek, hogyha marad egy kis időm. Mi kellett ehhez? Elsősorban nagyon nagy fókusz, tudatosság és a módszereknek a következetes alkalmazása. Most Somogyi Tanyán lesz egy folytatása, egy kicsit dolgozunk még ezen. Elég komoly befektető érdeklődés van, nem is számítottunk erre, szóval én most a menedzsment, nem a termék aspektusról beszélek. És októberben a Virgóban a 3. ilyen hosszú hétvége volt, szóval nektek is ajánlom, hogy próbáljátok ki ezt a tempójú dolgot. Köszönöm. Maradt még időm? Akkor például itt hozzá tudnám adni, hogy átkapcsolom ezt az egészet vetítős módba. Azt mondom, hogy itt egy új slide, és azt mondom, hogy ami mindig elmarad a prezentációkból, de itt most a Flickr Creative Commons-okból szed nekem össze valami kontextusbeli képet. És hogyha majd ezt megserelem veletek, akkor a kérdésekre a válaszokat is oda be tudom szerkeszteni, és ott el tudjátok olvasni. De ez tényleg ennyi volt a különbség interfészben a szerkesztés és a vetítés között. Tessék. A 2 nap után mennyi más nap volt?
az volt a célkitűzés, hogyha elérjük a vállalásainkat, akkor a rákövetkező hétfő a szabad nap. Ha nagyon jól érjük el, tehát hogyha ilyen wow élmény van, akkor megadunk majd még egy szabad napot valamikor. És egyébként így maradt benne a Pixisbe a kollégáknak még egy napja, mert ez egy hosszú hétvége volt, és ezért szétosztottunk 30% tulajdonrészt a termékbe azoknak, akik beáldozták. De ezt csak a végén tudták meg, nem volt kötelező eljönni. Tessék! Lehetek külsősként csatlakozni. Hát beszélgessünk róla. Itt most nagyon fontos volt, hogy ugye ez egy ilyen team building dolognak indult, csak hogy tényleg, hogy ne paintball-al öljük egymást vesén, hanem ennél valami hasznosabb dolog legyen. De csinálunk ilyen dolgokat. Most azt nem mondom, hogy sorozat gyártjuk, de hogy azért ez most a mi belső K plusz F lélegzésünk része lesz, hogy szervezünk ilyeneket. És persze, gyere, beszélgessünk. Igen? Azt mondtad, hogy a módszert a nagyon jó UX-esekkor való az előzetes feltételezésmentes kutatás. Tehát, hogy így lögtön perszónákkal indítottam, hogy volt hiba. Hát azért mondom, két napban az eszencia fér bele. Tehát ugye a csárdában lehet, hogy nincs egy ilyen tízfogásos, digestív, nem tudom milyen előkészület, egyből leves. Tehát ez a puszta lín, ahol most ugye nem csicsáztuk túl, de tényleg két napban azt teszel bele, ami belefér. Tehát vidéken vagyunk, itt most nem lehet ezt az egészet túl modorosra venni. De viszont validáltuk ezeket a perszonákat azon nyomban. A gyakorlás volt egyébként, itt ül Benni a hős. Hány is több kérdés, akkor köszönöm szépen. Szívesen megmutatom, hogy hogy működik a előadások után.